A lehetőség lett volna többek között az második félidő elején, nagyon jól kezdtünk, és ami ilyenkor jellemző ránk, hogy úgy megadjuk a kegyelem döfést, az ma nem sikerült, és bizony-bizony végig kellett nagyon-nagyon koncentrálni, figyelni. Ugye egy Bajnokok Ligája mérkőzés egyébként is mindig nagyon komoly, ez nem olyan, mint talán néha, nyilván nem megbántva, nem lebecsülve a magyar bajnokikat, de ott, ha elmegyünk 6-8 góla, ott gyakorlatilag feladja mindenki. Itt ez nem ez történt, egy nagyon komoly ellenfél, még egyszer mondom, és hát bizony-bizony nagyon kellett odafigyelnünk, 3-4 gólon tartottak bennünket, ami itt Győrbe ugye nyilván nem megszokott, de ez egy ilyen nap volt, talán a stabilitás és az a fajta koncentrálás hiányzott, és elsősorban a védekezésbe, ami jellemző szokott ránk lenni, hogy nagyon keményen, határozottan védekezünk, az ma kevésbé volt. Tudtuk, hogy a Metz jó gárda, és nem is becsültük le őket. Keményen játszottak a mérkőzésen, és megnehezítették a dolgunkat. Végig jól küzdöttünk, és ennek köszönhetően megszereztük a 2 pontot, ami a legfontosabb dolog volt a továbbjutás szempontjából. Az első félidőt nagyon jól kezdtük, nagyon felépítettük, nagyon tudatosan mentünk. Nyilván, amit mi elterveztünk, abban ők szerettek volna kicsit megzavarni minket. Ez szerintem a másik félidőben sikerült is, hiszen kihasználták azokat a dolgokat, amiket mi felépítettünk az első félidőben, és ők is úgy jöttek ki, tehát ugye még nincs veszve semmi, hát meg kell próbálni megfordítani a meccset, és nem adták föl. És nyilván kihasználták azokat a hibákat, amiket mi csináltunk. És igen, ott mi is vétettünk nagyon sok hibát, nem megbeszéltek szerint csináltuk a dolgokat, ezért is volt az, hogy ennyi rengeteg gólt kaptunk most. A hétfői nap az pihenő nap, meg hát nyilván a holnapi is. Én azt gondolom, ránk is fér ez, illetve a játékosokra mindenképpen. De nyilván a stáb az készül ugyanúgy, és a jövő héten a Dunaújváros ellen már ugyanúgy készülünk, ahogy bármikor eddig, teljes 100%-os koncentráltsággal, és a következő héttől pedig indul előről a visszavágók sorozata, úgyhogy pihenésről szó nem lehet, nyilván ez fel sem merült senkibe, de ezt az 1-2 napot megpróbáljuk tartalmasan eltölteni. Most pihenni fogunk, a következő 2 napban kikapcsolunk, és a családunkkal leszünk, aztán pedig elkezdjük a felkészülést a következő meccsre. A Bajnokok Ligájába az első helyen akarunk végezni a csoportban, erre pedig minden esélyünk meg is van. Meccsről meccsre jobbak vagyunk, az edzéseken is 100%-ban oda tesszük magunkat. De olyan jó lesz mindenki tényleg a családjával foglalkoztat, és mindenkit arra is kérek majd, hogy azért tényleg mindenki kapcsoljon ki, csináljon jó kis programokat, mert utána megint jön ez a kemény munka.